Sok szeretettel köszöntelek akkor benneteket a mai Life Új EU-Baúl zöld okos Dunai Közösségi Energiapályázat alkalmával. Ezzel a bevezetővel nem akarom elmondani, hogy hogy alakultunk, inkább kicsit visszaemlékezünk az előző május 24-i programunkra, és egy-két gondolatot rakunk hozzá. Ugyanúgy akkor dr. Szabó István, a KTV2G Energiainformáció szakosztály elnöke előadásába elmondta egyébként a májusiba, hogy a kanyar bevétele brutális lesz a CO2 kibocsátás miatt. Mit kell tennünk? Mindenfajta emissziót nullára kell csökkenteni, azonnal le kell állítani fosszilis energia hordozókat a bányászatba, és így tovább. Tehát mit kell tennünk? Karbonsemlegesség, megújuló energiaforrás és fenntarthatóság. Akkor nézzük a karbonsemlegességet. Beszéltünk arról, hogy 2050-re el kell érni a karbonsemlegességet az EU-ban. Hogy a többi országokban mi lesz, azt nem tudjuk, de ez kicsit olyan, mint a biokertészet, hogy nem csak egy helyen kell megteremteni ennek a lehetőségét, hanem végig. És mit jelent a karbonsemlegesség egyébként, hogy a kibocsájtott széndioxidot, a légkörből kivont szén és szénelnyelőkbe tárolt széndioxid mennyiséggel csökkenteni kell, és ezt egyensúlyba kell hozni. Beszéltünk mi a szénelnyelők, és beszéltünk arról egyébként, hogy az országoknak, az EU országoknak miket kell tenni ehhez, hogy csökkentsék a kibocsátást. Magyarországnál itt vagyunk, hogy mínusz 7%, és az új EU 2030-as célok 18,7%, de hát azért nézzük, Luxemburg mínusz 40, mínusz 50, Svédország 40-50, tehát itt bőven vannak előttünk olyan országok, akiknek igazán kellene tenni ezzel kapcsolatban. És ugyanúgy 2050-re a klíma karbonsel eléréséhez 2022-hez képest 2030-ig 35%-kal, 35-65%-kal lenne szükségünk egyébként a globális kibocsátás csökkentésre. És közben beszélhetünk arról, hogy megdőlt az országos áramfogyasztási rekord 2021-ben, 7210 megawatt, 2022-ben 7396 megawatt, 2024-ben 7441 kilowatt a villamosenergia felhasználása. Ugyanúgy a hazai villamosenergia tavalyi adata és a kihívásairól beszélünk, akkor meg kell állapítanunk egyébként, hogy a termelés aránya itt a paksi atomerőművel 48,8%, ugyanúgy akkor 2020 alkalommal jelentős csökkenteni kell, mert jobban sütött a nap és fújt a szél, szélerőművek Katárban megtervezett áramok kötelezően át kellett venni. Tehát ez volt 2023-ban, és december havi szinten nézzük egyébként, hogy még mindig magas egyébként az import részarányunk, 25,4%-ot tesz ki. Itt lehet látni egyébként a atomerőmű, más hazai erőművek és az importnak a megosztását az előadásán. És közben el lehetne mondani, hogy új hír, hogy óriási a fejlődés a magyar napenergiaiparban. 1,6 gigawattnyi napelemet sikerült üzembe helyeznünk. Ez már a 18% energia szükségletünk napelemekből jött le, és a 6 gigawattos cél 2030-ra meg fogjuk egyébként teljesíteni. Ugyanúgy lehet nézni egyébként, ehhez kapcsolódóan beszéltünk a hidrogénhajtásról. Hidrogén valós energia kell válni a nehéz járművek között, töltőállomásról, az elektromos autóbuszgyártásról. És ugyanakkor megint egy új hír egyébként, hogy Magyarország legnagyobb energiatárolója épül meg Szolnokon, amelyik 20 megawatt teljesítmény és 60 megawatt órás. Ehhez képest a Százszalombatai csak 7,68 megawattórás. És közben ehhez jött egy görbetükör, itt beszélünk egyébként a úgymond zöld energiával közlekedő járművekről, és itt van a Teslának az emberi lény úgymond butaságai, itt jön a Tesla aksi, ahhoz, hogy előállés, kikelásnod 12 tonna
kőből a lítiumot, 5 tonnát a kobalt ásványokból, 3 tonnát az ásványi anyag nikkelért, 12 ton, és így megyünk így végig, hogy mi kell ahhoz, hogy egyáltalán mi felmutassuk azt, hogy mi zöld energiát használunk, a világ egyes részein milyen hatalmas környezetszennyezést kell nekünk létrehozni. De ugyanúgy egyébként volt egy érdekes hír, hogy környezettudatosság lényegében elektromos autótöltő állomás dízelgenerátorral. Érdekes volt ez a gondolat, csak aztán kiderült, hogy ez nem nálunk, hanem Afrikában állították ezt elő, amikor egy villamos energiával hajtott gépkocsit megnézték, hogy milyen hatótávolságai vannak, és mivel ott nem voltak töltőállomások, ilyennel töltötték. Tehát vannak a hírekben olyanok is, ilyenik is, meg olyanok is. Illetve van egy görbetükör, csak idő kérdése volt, hogy először hibrid, majd elektromos, végül vegán autókkal fogunk közlekedni. Na akkor nézzük a további gondolatokat. Beszéltünk, hogy irány az 55%, a szél, nap és a vízenergia, illetve más energiáknak a felhasználásával. Közben itt duplán lapozgatunk. Beszéltünk egyébként, hogy a vasút karbonkibocsátása csak 0,4%-é felel az EU-ba, az utasok csupán 7%-a és az árucikkek 11%-a utazik vonattal. Beszéltünk arról, 2030-ra meg szeretnék duplázni az utasforgalom részesedését 15%-ra, árufuvarozás részét elérni 30%-kal. Meg kell állapítanunk egyébként ugyanezt, hogy ezzel kapcsolatban semmiféle erőlépések nagyon tudomásom szerint nem történtek, ezek is csak a szlogenek hangzásán mennek el. Ugyanúgy beszélgettünk arról, hogy döbbenet a vasúti alágozatban, fordított modulális váltást okozhat az LP bizottság döntése, megváltozott a közúti súly és árufuvarozás, ahol engedték egyébként a dupla hatalmas nagy jármű közlekedését, vagyis a gigatlírek használatának kiterjesztését. És akkor visszatérve egy kicsit a vasútra, megint a közutat preferálja egyébként az EU, hogy vasút 9-szer hatékonyabb a szénkibocsátásban, a vasút 7-szer energiahatékonyabb, egy mozdonyvezető akár 40 teherautó sofőrt is képes helyettesíteni, és így tovább. Na, és akkor beszéltünk arról, hogy kell egy kis áramszünet nekünk. És beszéltünk a megújuló energiaforrásról, a V2G közlekedési energiainformációs szakosztálynak a megalakulásáról, hogy beszéltünk, termel meg a saját energiát, viszont a V2G már alapvetően a járművekből a hálózatra történő visszatáplálásnak a rövidítése. Ugyanúgy vissza lehet táplálni egyébként hidrogenerátorral, napelemmel, szélturbinával, és ugyanúgy vízi energia felhasználásával is. Beszéltünk az elektromos átkelőhajóról, beszéltünk egyébként arról, itt a Szent Iván napi Szebegényi Hajózás Történeti Múzeumban, hogy nagyon nehéz fenntartani az átkelőhajó, speciálisan ilyen kisebb révátkelőt, úgy, hogy még profitot is termeljen, de egyébként ami a pozitív, hogy azon kívül, hogy töltsük a kis hajó akkumulátorit, én semmilyen problémával még nem álltam szemben 2 év alatt, vagy 8 év alatt, úgyhogy igazán csak pozitív élményt értem el, Pásztor Zoltán. Fenntarthatóság. Beszéltünk a fenntarthatóságról egyébként, hogy a lényeg az, hogy természeti környezetünkkel harmóniában élő népek a saját környezetük olyan szintű felhasználására alakítottak ki szabályokat, amelyek megfelelő életfeltételek fenntartását tudják biztosítani. Ha ezen túllépnek, akkor számolhatnak a közösséget érő csapásokkal, akár az ő saját elpusztulásukkal is. Beszéltünk itt akkor a következő témáról, közösség döntés, ugyanúgy szabályokat alakított ki,
És beszéltünk arra, a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségletét, annélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket. Beszéltünk itt a lineáris szemlélettől, a gazdasági növekedés kényszertől, és beszéltünk arról, hogy van egy másféle szemlélet, amelyik azt jelenti, hogy ősember, többnyire a kori civilizációk ember is még úgy képzelte, hogy jóformán végtelen síkot él, de az előre elfogyasztotta a jövőt, és kimerítette a természet erőforrásait. Beszéltünk szintén itt a nyugat kultúra jellemző világnézetéről, és a keleti kultúra jellemző világnézetéről, és itt nagyon érdekes, Bolding szerint a nyugatnak a kóboly gazdaság, Gould szerint űrhajós gazdaság. A kóboly a határtalan síkjelképe, hozzátársult a vakmerő, kizsákmányló, romantikus és erőszakos magatartás, amely a nyílt társadalmak sajátossága, ezzel szemben a keleti kultúra a jövőbeli zárt gazdaságot ennek megfelelően űrhajós gazdaságnak hívhatjuk. A Föld egyetlen űrhajóvá válik, sem a kiaknázandó erőforrások, sem pedig a kibocsátandó szennyeződés tekintetében nem rendelkezik korlátlan lehetőséggel. És így tovább. Beszéltünk az éghajlat, Van Brunsickenről, másfajta jövők lehetségesek. Beszéltünk a butáról, hogy ha akarjuk még tovább élni, lejjebb kell adnunk a fogyasztásunkban. És beszéltünk a gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan. És erre megint van egy érdekes dolog, megint a szemfényvesztés. Az idei téli olimpia kizárólag műhavon zajlik. Az idei foci VB 8 darab teljesen klimatizált, a sivatag közepén felhúzó stadionban zajlik. A Lufthansa elindított egy 18 ezeres üres járatot, hogy megmaradjanak a sávjai. Egy óceánjáró annyit fogyaszt, mint 87 ezer dízelautó, és itt beszélünk, beszélünk, csak beszélünk. A mai programról is akkor hagyj beszélünk. Én kezdtem el, Aszódi Sándor, a KT általános közlekedés tagozat titkára volt a megnyitó, majd Szabó Istvánnak adjuk át a szót egyébként, mint levezető elnöknek, utána Kis János Ferenc, a menedzserő tanácsadó fog, az EU Life pályázat innovatív hajóleasing EU közbeszerzés monitoring adatairól beszélni, majd felkerüljük dr. Kádár Pétert, Óbudai Egyetem villamoskari TDK lehetőségén hozzászólást a pályázati témához. Következik majd utána Horváth György, PMS építési tagozat, 2024. szeptember közepi határidős EU-Lightbauhoz pályázat ütemtervéről, majd Polgár László és ifja Polgár László Bamtek Kft-ről, EU-Lightbauhoz pályázat innovatív LPS katamarán betoncsónak megvalósítására, és jönnek az előre felkészült, felkért hozzászóló, majd utána a további videó műhely részvénynek hozzászólások, majd levezető elnöki zárszó. Ugyanúgy emlékeztettelek benneteket, hogy videófelvétel készül, ahol szét fogjuk küldeni egyébként a videófelvételnek a lájkjait. Ugyanúgy itt az előző évek videófelvételeinek a megtekintése. Köszönöm a figyelmet, legyen részünk egy sikeres konferenciákban, és múltkor is azt mondtam, hogy nem a Földnek van szükség ránk, nekünk van szükség erre a bolygóra, és illetve óvjuk a Földet, ez az egyetlen bolygó, ahol sör van. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen Aszódi Sándornak a bevezető előadást. Nagyon részletes és nagyon precíz szakmai bevezetőt hallottunk, hogy miért is vagyunk mi itt tulajdonképpen a Közlekedéstudományi Egyesület V2G közlekedési energia innovációs szakosztály részéről néhányan a tagok közül, illetve van néhány külsős megjelent érdeklődő tagunk is itt a mai konferencián. Én Szabó István vagyok, a Közlekedéstudományi Egyesület V2G szakosztálynak az elnöke, és a mai kis konferencia levezető elnöke is vagyok. Tulajdonképpen Sándor mindent elmondott a mai témának a hogy mondjam, csak a fölülnézeti képéről,
hogy mi is a lényege azoknak az innovációknak, amiről mi itt most beszélni fogunk. Lényegében a feladat az, hogy egy komplett és konkrét pályázati programot dolgozzunk ki, külsős cégek, az akadémiai szféra, az egyetem, illetve valamilyen módon az állami szféra bevonásával együtt egy ilyen szent háromságban, aminek az lenne a célja, hogy olyan innovatív megoldást találjunk, amivel megmentjük a bolygónak a jövőjét. Itt egészen konkrét elképzelésekről is szó van, egy olyan ifjúsági projektről, egy TDK munkával egybe kötött valamilyen módon az egyetemmel, kooperációval megvalósuló fejlesztésről, amelyik hát egyben szemléletformálás is, és maga az elkészülő műszaki alkotás is valamilyen módon egy előremutató innovatív megoldás lesz. Én nem is akarom húzni a szót, igazából nem készültem konkrét előadással, de Sándor elmondott mindent, amit én is el szoktam mondani, hogy miért fontos az, hogy mi foglalkozzunk a szén-dioxid kibocsátással és a jövővel. Hát ha valaki csak megnézte a februári időjárást, az kb. 6 fokkal volt melegebb az ilyenkor szokásos átlagnál. Tehát a kérdés az szerintem nem kérdés, hogy valamit kellene csinálni. Úgyhogy térjünk is rá a konkrét tevékenységre, és megkérem Kis János Ferenc urat a Life Bauhaus 2024 pályázati projekt ötletgazdáját, hogy tartsa meg a bevezető előadását. Köszönöm. Hallottok? Igen. 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 Jó. Akkor köszönöm a fölkérést, és a rendezvény előtt körülbelül negyed órát húztam alá zöld színnel az én mai és nektek is megküldött anyagomat, így a következő 10 percben valószínűleg nem fogom tudni ezt a részletességet, mint ami van előttetek, de ha majd valaki megnézi a visszajátszott videót, javaslom, hogy vegye elő ezt az 5 oldalt. Mármint, hogy nyomtassa ki, és akkor jobban érthető lesz. Az első oldalon voltak, és Jándor barátom, ha esetleg az én Manna Energy videóm, vagy ha a Manna Energy anyagomat föl tudnád tenni. Én fölteszem. Akkor mégis csak lenne egy kérdés. De amíg a Jándor barátom fölteszi, addig én elmondom, hogy az első, akkor az első jó, akkor egy videokonferenciát hallgatok én. Tudjátok, merjétek, tegyétek együtt a teremtésről zöld Magyarországért. Ez tulajdonképpen nem az én korosztályomnak szól, hanem az ilyen középiskolás egyetemi fiataloknak, és így nagy örömmel tölt el, hogy dr. Kádár Péter, Komlósi Pista, barátunk, a Óbudai Egyetem. Igen, hát ő ipartervez volt, ő csinálta az első ipartervez gombaföldém segédletet 1960-ban, most a Pista 91 éves. Jól lehet vele beszélgetni, csak... Az első oldalnak az alját nézzük meg. Hát akkor telefonon el lehet érni, majd rákérdezek pontosan, Sándor, hogy mi lett az raktárral. Tehát vannak ilyen... Ott volt valahol az állomás. Az ENSZ fenntartható fejlődési célok kapcsán. Ezeket nem ismertetném, de a legfontosabb talán a 12-es cél, aminek az a neve, hogy felelős fogyasztás és termelés, ha ezt rá húzzuk a helyi áramtermelésre, akkor felelős helyi zöld áramtermelés és fogyasztás, vagy kék áram. Menjünk a második oldalra. A második oldalon van egy táblázat,
menjünk a táblázatra, csak a táblázatra? Tehát igazából ebben a táblázatban azt arra hívnám fel a figyelmet, hogy a most 2024-ben indított projekt az 2017-ben kezdődött volna, akkor lett volna szponzor, de az ilyen visszatörtő állomások még kélyes gondolat voltak az elműtől kezdve az MVM-ig. Hogy aki odaáll egy töltő, egy 44 kW-os gyors töltőhöz, és vissza akarna tölteni. Ez a Mars lakó, vagy nem tudom mit. Ilyen, a Marsról esetleg jönnek, de itt magyar ember ilyet nem tesz. Most talán már ez megy, és a nagyságrendileg, ha 70 forint kilovattóra piaci árammal háztartásba tudja tölteni az autóját, akkor az van 140 ezer forint, ez elég olcsó. De megjegyzem, hogy a gyors töltőknél nem tudja 70 forint per kilovattóra, de minél gyorsabban tölt, annál jobb az áramára. Mehetünk a következő oldalra. A következő oldalon, arról majd részletes, itt csak a kép az érdekes, tehát van egy ilyen jövőkép, egy ilyen, ez a 12 méter széles és ilyen 15 méter hosszú tanyahajó, ami ilyen muskátlis ablakos, tehát egy ilyen tanya, tehát tanya. És a teremtés feelingnek megfelelően, mivel a reformátusoknál van az, hogy egy évben egyszer kell a természetbe ilyen istentiszteletet tartani, egy ilyen fizető, vagy nem fizetős, hanem egy ilyen teremtésőző szolgáltatás, hogy a Dunán ilyen mondjuk a park közelébe, vagy ilyen parti erdő mellett elég teremtésőző környezet, és akkor tulajdonképpen ingyen, tehát nem pénzért, akinek a vallási kötelessége ezt írja elő, ott segíti a dolog, mert ugye nem kell kivinni az erdőbe ilyen oltári asztalt, meg nem tudom mit, tehát akkor itt ezt. De erről részletesebben majd Orbán György barátom beszél, menjünk a következő oldalra. A következő, de ezt az oldalt menjünk végig, és menjünk a következőre. Ezekről, ez még ez az oldal. Na, itt jön, igen. Itt jön az, hogy a kockázat elemzés. Ugye a legfőbb célja ennek a pályázatnak, hogy ezek a hajók leasing időtartamon, ami Magyarországon 7 év, megtérüljenek. Az általam készített kockázat elemzésben mondjuk a 70 forintos mondjuk lakossági piaci áron töltve ezeket, vagy szóval eladva az nem vételezve, eladva az áramot, annyi áramot tudna termelni egy ilyen vízen úszó tanyahajó, hogy 25, ha kijön 25 millió forintból, akkor 7 év alatt meg, tehát nettó 25-ből, és a 70 forint is nettó érdemtő, tehát nem áfával. Tehát ilyen áfamentes közösségbe, tehát ilyen szövetkezeti közösségi energia, stb. Mert az nem piaci alapú, tehát ott nem tehát a piacon kell áfa, aki nem piaci, az így egymás között elszámolnak. Menjünk egy kicsit lejjebb, tehát, és hogyha meg 95 forint lenne, vagy 95 forintért vennék az áramot, akkor 33 millió forintos lehetne ez a hajó, tehát a nettó áram. Tehát itt a kockázat az, hogy mennyiből fogják tudni kihozni a közbeszerzésen, és mennyi áram, mert hát akkor se lesz ilyen 20 éves megtérülés, de lehet, hogy kifut a 7 éves leasing időtartamból. Menjünk egy kicsit lejjebb, most már jó, nagyon jó, ez jó, tökéletes. Itt ha majd valaki megnézi ezt a saját lapján, mármint a kinyomtatott, ott középen van egy 70-nel kezdődő, tehát ez millió forintokba értendő, 70-192-20, ez a negyedik tétel, és ez körülbelül az előbb említett hajónak, hogyha ilyet csinálnak, tulajdonképpen 6 darab 30 millió forint körül itt, akkor az biztos fedezni tudja.
és vagy hát még többet is esetleg. A lényeg az, hogy a prosumer, tehát ez az SDG-12-t, ez angol nyelven, aki áramot is termel, meg fogyaszt is, és ez egy közösség, ezt ilyen prosumer közösségnek nevezik. Ez lehet szövetkezet, közösségi energia, stb. Tehát magyarul az a kélyes gondolatom támad, hogy egy ilyen egyetemi közösség, tehát nem egy TDK készítő diák, egy egyetemi közösség, például amelyik minden ilyen megújuló energiával foglalkozik, az mondjuk kapna akár labor célból, akár termelési célból, ha a partner egy ilyen pályázatban, egy ilyen hajót, amelyik, amit a pályázat sikerülne, azon a jogon, hogy ő ezzel hivatásszerűen foglalkozik. És egy mindegy prezentálja a megújuló energia közösségi termelést. Ha egy kicsit lejjebb megyünk, akkor tulajdonképpen vannak ilyen európai közbeszerzési ezek CPV kódok. Az előbb említett negyedik, az 299 millió forint, euróban az 788 ezer euró. Tehát mivel angol nyelven kell beadni és euróba, célszerű, mert az stabilabb egy kicsit. Így ez a legfontosabb tétele a körülbelül 1.200.000 eurós pályázati, tehát netto egy, tehát ez áfanél pályázati ötletnek. Menjünk a következő oldalra, és egybe az utolsó oldalra. Az közösségben utolsó oldalon van egy A meg egy B projekt. Ugye az A projekt az 2017, és ha valaki veszi a fáradtságot, és a WWD Jedi Manna Energy EU honlapon az aktuálisban, egy hülyén hangzik, az aktuálisban 2017 évi projekt leírás még szerepel, mert ma is aktuális. Ez hülyén hangzik. Tehát 7 év múlva. Azt összehasonlítja a mostan általam előterjesztett B variációval, akkor látható, hogy a 6 kW-os teljesítmény kilovattra növekedett, tehát az pirossal van, ugye? Az akkori 36 forint ár, az ma komolytalan lenne, az soha nem térül meg, leasingbe biztos nem, és izébe is ilyen 14 év fölött, amire már nem igazán adnak még hitet sem. Tehát a 70 forintos ár ma hát 7 év múlva mondjuk, egyértelmű, hogy azért a 30 forintos árért nem érdemes ki áramot termelni. Mármint piaci alapon, tehát ilyen zárt piaci, tehát amikor nincs áfa. Tehát ilyen közösségi alapon. Akkor ilyen 6,5 volt az év, a leasing év, az most is annyi lenne, és akkor igazából akkoriban olyan hajócska volt, ami nem lehetett lakni. Tehát nem ilyen, hogy a tetején van egy ilyen oltár, meg ilyen közösségi tér, ott csak egy ilyen, hát a biztonságot, vagy a vagyonvédelmet szolgáló házikó lett volna a hidrogenerátor fölött. Most már azért merem remélni, hogy legalább egy 25 millió forintos nettó értékűből ki lehet hozni ezt a hajócskát. És ami itt nagyon érdekes, hogy a LIFE pályázóban már 2017-ben is követelmény volt, hogy a következő 5 évben mi a norma. Tehát ugye minden pályázat akkor nyerős, ha mondjuk csinálnak hajót, és aztán lehet belőle csinálni 600-at. De azt már EU LIFE pályázatnak, nem EU LIFE pályázatnak nevezik, hanem RNA projektnek. Tehát a 17-ben akkor tulajdonképpen volt az, hogy 900 hajót vizionáltam ezen 11 millió forintos áron, ami olyan 10 milliárd forint lett volna akkori magyar pénzzel, hogyha az 7 év alatt nem változik. A mostani magyar pénzbe kifejezett projekt ennek a duplája, tehát az LNA, hogyha ez a LIFE pályázat LNA pályázatként folytatódna, akkor 771 hajó kellene, mert ugye egy kicsit nagyobb a teljesítmény, tehát 6 helyett 7 kilovatt,
de akkor ez már 22 milliárd forint lenne, és mivel a Nemzet Stratégiai Intézetnek elérte az inger küszöbét, hogy ez egy olyan magyar pályázat legyen, amelyik a külhoni magyarok számára is esetleg adna áramot, így remélhető, hogy ez nemzetközi ellen a projekt lesz, de esetleg alapvetően magyar nyelven folynak a konzultációk, és nem angol nyelven. És ezzel én be is fejeztem a mai rövidnek szánt, és kényszerűen rövidnek szántat, de javaslom, hogy aki teheti, majd nézze meg a videót, és mutassa ki a, hogy mondjam, ezt a öt oldalt, és akkor ez jobban érthető lesz. Köszönöm. Köszönjük Jánosnak a projekt bemutatását, így vázszerűen, és azt kérném, hogy Kádár Péter tanár úr szóljon hozzá, ő hogy látja a diákok bevonásának a lehetőségét így az egyetemi struktúrába, akár TDK, akár szakdolgozati formában. Mindenkit tisztelettel köszöntök. Bevezetőként egy nagyon rövid és egy kis jó hír, hogy múltkor, ha nem is a TDK-ra, de hát egy ilyen projektre javaslatot tett a tisztelt társaság, és sikerült egy olyan, jelentkezett egy hallgató, aki érdeklődne, és remélhetőleg akkor tulajdonképpen TDK irányba is forgatható. Ez a kis minta projekt, amelyben egy ilyen mintacsónakkal mintaméréseket tudnánk végezni. Tehát ez a bevezető. A nagy léptékű pályázati projekthez én azt gondolom, tehát az első, hogy mindig mindent meg lehet csinálni, a másik, hogy ezt is meg lehet csinálni, tehát műszakilag elvi akadályt nem látok. Ennek a gazdasági, meg ilyen intézménypolitika, egyéb dolgok, ezt nem tudok hozzászólni, és hát annyit megerősítenék, és itt támogatjuk a projektet, hogyha villany jellegű mérések, számításokban, azt hiszem mondjuk az egyik, az országban az egyik legjobb ilyen centrum vagyunk, tehát a hátatok mögött, vagy a projekt mögött állunk, tehát mindig is lehet erre ránk hivatkozni. Szükség esetén egy-két ilyen részt ki tudunk majd dolgozni, ha mennyiben kell, hogy mit tudom én, mennyi energiát tárol, mekkora akkumulátor, milyen akkumulátor egyáltalán, ne az legyen, és így tovább. Tehát ilyen jellegű részeket mi szívesen ki tudunk dolgozni, de mondjuk az egész projektet nyilván nem tudjuk így felvállalni. Amennyiben beadásra kerül, nem zárom ki, hogy projekt, nem tudom, konzorciumi partner legyen az egyetem, természetesen ebben nem én vagyok a döntéshozó. Azt tudni kell, hogy nagyon sok projektben benne van az egyetem, tehát hogy elvi akadálya az remélhetőleg akkor sem lesz, hogyha egy konkrétum van, és akkor van mihez csatlakozni. Tehát én ezt mondanám, tehát akkor még egyszer sorrendben, hogy most egy kis projekt elindul, valamit már most csinálunk tavasszal. Mi projekt alatt azt értjük, a hallgatóknak van egy ilyen tantárgya, minden héten egy kicsit foglalkozik vele. Jó esetben ebből egy TDK dolgozatot is tudunk elteni. Jó esetben mások is csatlakoznak hozzá, és hát ez közvetve támogathatja ezt a nagy projektet, amit hát örülünk, hogyha lesz, vagy lenne belőle valami. Ennyit akartam mondani. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm dr. Kádár Péter tanár úrnak a hozzászólását, és a pozitív és jó híreket, ami mai világban már szinte a legfontosabb dolog. Menjünk tovább a programba. Felkérném Horváth György urat, hogy magáról a projektről, mint a megvalósításról és annak az ütemtervéről szóljon néhány további részletet. Köszönöm, üdvözlöm a megjelenteket, a résztvevőket, és amíg fölteszik az ütemtervet, úgy tudom, megküldtük, és direkt egy oldalra szerkesztettük, hogy lehessen, ha föl lehetne tenni. Addig megköszönöm Kádár úrnak a pozitív hozzáállást, különösen azért, mert tulajdonképpen nem, én csináltam egy ütemtervet. Azt akkor nem tudom, hogy melyik különösen azért, mert a EU-ba 30 év alatti fiatalokra
mindig lehet pályázni. Sándor, a Horváth György ütemtervet kéne. Mindig lehet pályázni 30 év alatti fiataloknak projekt ötlettel, ráadásul, ha ez a projekt beadásra kerül, igen, és hogyha egy kicsit megnagyítanám az, jó, akkor tulajdonképpen 30 ezer euróig lehetne pályázatot beadni a fiataloknak, akik közreműködtek ebben a projektben. A korábbi ütemtervhez képest az elképzelések egy kicsit áttettek dolgozva. Maga az ütemterv csak a szeptember 29-i projektű leadásig van ütemezve. Az első részben ugye az, ott van mindjárt a határidő is látszik, és ehhez kapcsolódóan látszanak, hogy melyek azok a tevékenységek, amelyek ugye pirossal vannak, kritikus útra vannak terelve, melyek azok a tevékenységek, amelyben pár tehát tartalékidővel rendelkezik például. Ugye itt például az Óbudai Egyetem hallgatóinak a bevonása ugye elvileg megkezdődött, azt valamikor itt április-májusig meg lehet oldani. Nem került a talék, vagy nem került kritikus útra a bevonás, hisz magában a megvalósításban azok a kollégák, vagy hallgatók, akik bekapcsolnak, odnak, azok tulajdonképpen a legnagyobb döntő részt az június-augusztusban kell ugye elvégezni, amikor a tulajdonképpen kialakul a pályázat. Hát gondolom, hogy a résztvevőknek az ütemterve meg lesz küldve, és akkor jobban meg tudják nézni, hát tulajdonképpen maga a ugye az előkészítés, amelyiknek egy lényeges része, hogy a pályázathoz szükséges önerő rendelkezésre álljon, ez részben ugye bízunk abba, hogy a kapunk hozzá állami támogatást, részben fel van feltételezett egy 5%-os közösségi támogatást, tehát ezt is lassan el kellene meghirdetni, tehát hogy a pályázati összeg 5%-át közösségi finanszírozásból oldjuk meg, és hát tulajdonképpen hát elég szorosak a határidők, hogy a szeptember 29-ére maga a pályázat beadható legyen. Köszönöm szépen, én ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm Horváth György úrnak a ismertetését a projekt időtervéről, ütemtervéről. Most jönnének a felkért hozzászólók, van erre valami sorrendünk, illetve azt kérdezem János, hogy ki legyen. Polgár László jönne most. Igen? Igen. Jó, hallottok? Polgár urat kérem szépen. Jó, köszi szépen. Hallottok, remélem. Az a örömteli fejlődés történt, hogy talán már a jövő héten elkezdjük gyártani Dunaharasztiba egy több ilyen betonponton okra akarnak ilyen kisebb családi házakat építeni, és most már úgy tűnik, hogy megegyeztünk velük, tehát jövő héten végén elhozzuk a sablonokat, mert őnekik már erre vannak sablonjaik, Dunaharasztin, onnan, ugye az nagyon közel van Dabas és Dunaharaszti, tehát hogyha mi a jövő héten elkezdünk ilyen betonpontonokat gyártani, akkor ahhoz képest, amit a János elküldött kis gerendát, az majd, hogy nem egy ilyen kis mellékjátékként meg tudnánk csinálni, de hát én nekem nagyon jól jönne, hogyha kapnánk néha diákokat, akik
akik segítenének szerelni. Szerintem nagyon tanulságos lehetne, már egy pár alkalom volt, amikor diplomázókkal ott Dabason csináltunk próbagerendákat, és nagyon eredményes diplomamunkák készültek. Úgyhogy én gondolom, hogy a Miklós valamikori főiskola ugye az tartozik mostan az Óbudai Egyetemhez, hogy onnan jöhetnének esetleg diákok, nem olyan messze van, hát én nekem egy 3/4 óra alatt érek innen Zuglóból ki Dabasra, tehát a jövő héten mi elkezdjük talán ezeket a pontom gyártásokat, és akkor megbeszélnénk, hogy mikor, majd az szólok, hogy mikor van az első betonozás, és szerintem akkor kellene már ebben is részt venni a diákoknak. Nagyon ideális lenne persze, hogyha jelentkezne egy vagy kettő, aki diplomamunkát is készítene belőle, nevezetesen a betontechnológiából, meg a, ezekről az úszó műtárgyakhoz. Én nagyon sok szakirodalommal el tudom látni őket, nagyon sok segédanyagot tudok adni. Szóval minden esetre, most függetlenül a szerződésektől, én ezt a legalább két ilyen gerendát, amit a János küldött, de inkább négyet, azt feltétlen legyártanánk, hát március vége fele, de legkésőbb áprilisban. Én szerintem ez egy nagyon örömteli dolog lenne, és Dunaharaszti az ott van szinte a szomszédba, és akkor ott még akár vízre is lehet tenni, visszavenni, oda kirakosgatni, meg szóval még tudnánk tesztelni. Hát van még egy pár részletkérdés, majd a Jánossal tisztázni kell a gerenda végnek a kiképzését és hozzá a lapátoknak a csatlakoztatását, de maga a gerenda az el fog készülni. Hát én azt hiszem, hogy ez mindannyiatok számára, én számámra mindenképp egy nagy öröm, hogy mert ugye sokkal könnyebb nekem, hogy gyártunk nagyobb pontonokat, azok 4 méterszer, 2 méterszer, 1 méter 20 méretűek, tehát majd ott össze lesznek kapcsolva, de ott mellette ezeket a gerendákat, azt akkor így nagyon megkönnyebbedik a helyzetem. Ráadásul mostan a polisztirolt is ott Dabason egész közel az üzemünktől ott tudom beszerezni, úgyhogy én szerint még azért egy pár részletet meg kell beszélnünk, de most ez egy nagyon pozitív dolog, hogy én tudok most egyidejűleg gyártani. A fiam most azért nincs itt, mert most éppen ő volt a soros, a gyerekekért kellett menni, mert a felesége az éppen szolgálatban van, dolgozik, de nagy örömmel foglalkozik a diákokkal. Jó? Úgyhogy gyertek ti is betonozni, azt szeretem. Igen, meg hogyha tudunk valaki jelentkezőt, aki mondjuk szívesen vállalna ilyen nyári munkát, és netán még egyetemi szerzőt lenni. Igen. Akkor most nem nyári, ez mostani. Irányítani. Nem vettem fel. Nem tudom, hogy is már, hogyha egy pillanatra hozzászólhatok, nem ehhez, hanem csak úgy általánosságban, ha megengeditek. Hát gratulálok egyébként Polgár Lászlónak, ha bár február 1-én volt az országos elnökségi ülés és kitüntetési átadó, ahol sajnos nem tudták átvenni a KTE érdemrendét egyébként. Ez egy nagyon sajnálom, és amennyiben lehetséges, Laci, akkor a KTL-ben, hogyha bemennétek és átvennétek ezt a emlékplakettet. Jaj, nagyon szépen köszönöm, külföldön voltam akkor éppen. Igen. Az előző évi munkátokért, amit ennyi köszönetet minimálisan tartozunk. Jaj, nagyon kedvesek vagytok. Igyekszem meghálálni. Gratulálunk. Köszönjük szépen. Mindannyian. Nekem lenne egy hozzászólásom a Polgár Lajos barátomhoz. Igen. Tulajdonképpen igazából nem is hozzászólnék, hanem úgy tenném föl a kérdést, hogy amit ő mondott, hogy a Óbudai Egyetem Ibli építőmérnök kara
bevonható lenne. Én azt a tisztelt KTE B2G szakosztály vezetőségnek már elküldtem egy vagy két hete a javaslatot, hogy érdemes lenne, ugye hát elnök, mármint B2G szakosztály elnök István barátom személyes kapcsolatban van a dr. Kádár Péterrel, mint villamoskar, mind a ketten villamosmérnökök, de a, például én javasoltam a szakosztály vezetőségbe Süveg Ilona részére, meg tulajdonképpen Kovács János részére. Kovács János ő mérnök közgazdász, a Süveg Ilona pedig közgazdász, közgazdász tanár, hogy vegyék föl a Óbudai Egyetem még két karával a kapcsolatot, mert igazából az iblisek mellett még tulajdonképpen a közgazdasági kar is érdekes lenne, hogy hogyan lehet egy olyan közbeszerzést kiírni, amiben nem előre megtervezik a projektet, hanem bizonyos paramétereket terveznek meg, hogy ez ennyiért kell, hogy meglegyen, és vállaljátok azt, hogy ez leasing időtartam alatt megtérül. Ebben már csak olyan jelentkezők lehetnek, akik az áramot jobbra-balról is veszik, tehát valamelyes hatnak a projekt árára is. Azért mondom, hogy érdemes lenne, ha a szakosztály vezetőség megfontolná Polgár Lászlónak azt a javaslatát. Hát az meg! Kibiseket is meg kéne volna. Azért minek mondom valamit. Halló! Igen. Le kéne halkulni, igen, figyelünk. Itt a Sidem Süvegiszát is megszólítottam. Az Ibli kapcsán. Igen. Mondjad, Péter! Gisza, hallottad? A következőt hallom. Szeretném mondani. Áldár Péter kért szólt, hadd beszéljen akkor. Igen. Tehát, hogy mondjam, egy nagyszerű együtt gondolkodás van. Volt ez zöld kereszt, nevezzük Kis János Ferencnek, de ez egy nagy csapatot jelent, a KT, meg Szabó István, és mindenki mást, egy 3-4 éve már, és nagy terveket szövünk, reméljük, hogy valamikor el is jutunk ide. Annyit azért említenék, és hát a Párduc és Gödölye, meg a Farkas majd együtt fog játszani a Báránykával, tehát ez egy szép elképzelés, hogy kívülről megszólítunk az egyetemnek különböző részlegeit. Természetesen nem mondhatom, hogy ne, és nem is akarom megtiltani. Az teljesen igaz, hogy a betontechnológia az valóban az Evil-höz tartozik, mi a villamos dolgokhoz. Egyébként elvileg lennének, de nem nagyon foglalkoznak gépészettel, de nagyon, nagyon sok mindenhez értenek, vannak gépészkar is, tehát minden elképzelhető. Én azt gondolom, hogy az legkevésbé, hogy kívülről összerakni 2-3-4 ilyen kart, inkább egy kar szokott benne lenni, de nem fogjátok magatokat vissza, de igazán nem nagyon, és valószínűleg akkor ilyen betonépítők akkor tudnak menni betont építeni, mi is megnézzük ezzel a hallgatóval majd, de nem valószínű, hogy egy ilyen együttműködést lehet kívülről koordinálni, tehát én óvnék ettől a dologtól, de ezt csak akartam mondani. Illetve a másik, hogy sajnos egy pár perc múlva ki kell lépnem ebből a megbeszélésből, mert órát kell tartanom, de remélem, hogy köszönöm. Egy hozzászólásom lenne Kádár Péterhez, még a jogos volt a kérdésem. Én utána néztem, a Óbudai Egyetem rektora is villamosmérnök. Tehát ő a rektor. És igen, de ő már egyetemi szempontokat érvényesít. Tehát ő mondta is, hogy egyetem egy van, minden, ami jó az egyetemnek, de igazán itt nincsenek ilyen preferenciák, sőt, neki sincsen ilyen preferenciák. Kétségtelen, hogy az egyetemet nagyon jól tolja elő, és most hasít az egyetem, de ez nem, tehát nincs olyan, hogy akkor most lesz, és akkor most mindenki szereti egymást is válni. Tehát igazán itt azért nagyon nagy, mindegy. Tehát maradjunk abban, hogy ez ő egy nagyszerű ember, de nem a villamosmérnökségét lehet ki. De hogyha pénzszagot éreznek, meg projektet, meg PR dolgot, akkor mindent támogatnak. Tehát ennyit szeretnék. Köszönöm. Köszönjük szépen. Én egyetértek azzal, hogy olyan nem volt még az egyetemen, hogy egy
Három karról lett volna három diák és három konzulens. Valóban ez erre szerintem nem volt, de lehet, hogy a jövőben lesz precedens. Tehát a csapatmunkára úgy értem, hogy mert tényleg kell, aki a betont csinálja, kell, aki az elektromos rész, és esetleg kell, aki azt a közgazdasági értékelemzést. Én azt tudnám javasolni, hogy én személyesen megpróbálom akár mindegy projekt ötletgazda megkeresni a rektor urat, és esetleg vázolni neki azt, hogy volt egy ilyen kezdeményezés, hogyha megnézi ezt a videót, akkor látja, hogy nem teljesen gyermeteg. Kedves János, ettől óvnék ettől. Miniszterekkel, államtitkárokkal szokott paralázni, viszont kevés ideje van, meg az országban is keveset van. Hogyha valami jó elő van készítve, és azt mondjuk, hogy itt kell aláírni, és ez egy, tudom, egy projektben benne vagyok, akkor biztos, hogy támogatja, de én azt nem javaslom, tehát az kontraproduktív lehet. Ez jó, tehát, hogy én ezt nem javaslom. Jó, köszönöm szépen. Én a saját tapasztalatomból azt tudom mondani, hogy amikor ilyen nagy szervezeteknél van egy projekt, akkor célszerű, hogy legyen mindig egy ember, kontakt, személy, aki egymaga koordinálja a nagy szervezet belső dolgait. Tehát én azt gondolom, hogy az lehetne egy ideális valamilyen szempontból egy megoldás, hogy a tanár urat megkérjük arra, hogy ő még a betonosokat is és a közgazdászokat is koordinálja ilyen szempontból, egy kicsit vegye őket a TDK szárnyai alá, és így együtt szárnyaljanak. Elfogadom a tanácsot, és azt tudom mondani, hogy köszönöm, és ilyen értelemben a Óbudai Egyetem rektora helyett ugyanezzel a témával márciusban, ahogy ígérték, meg fogjuk keresni a Nemzetstratégiai Intézet hálózatfejlesztési igazgatóját, és ilyen értelemben, ha ő nemzetstratégiai ügynek tartja ezt az egész projektet, akkor valószínűleg ő olyan, hát ha nem is mondom, hogy államtitkári szintű ember, de a Nemzetstratégiai Kutatóintézetet talán már szóval áll egy rektor is, hogyha azt terjeszt elő valami javaslatot. Köszönöm. Jó, hát meglátjuk, köszönöm, hogy sikerül a kapcsolat felvétel. Mindenkinek minden jót. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, szervusz, üdvözlünk. Ha jól gondolom, akkor most Ilona lenne a következő hozzászóló. Igen, én csak egy nagyon röviden, amit mondott a János. Írtam ennek a hölgynek, ennek a doktor Szontos Györgynek, nem válaszolt az e-mailre, de ott hivatkoztam a Kádár Péterre egyébként, hogy az Óbudai Egyetemről benne van a projektben. Én hívtam telefonon is, de valamilyen elfoglaltság miatt nem tudtam vele beszélni, de próbálkozom, hogy kapcsolatba lépjünk, már hogyha nem úgy személyesen, legalább telefonon. És őneki megnéztem egyébként valóban az ökológikus építészet az egyik kutatási területe, és talán írt is ki egy doktori randus hallgatónak pont ebben a témában, és lehet jelentkezni majd szeptemberig, úgyhogy azt gondolom, hogy valahol a témába vár, de egyébként az valóban jó lenne, hogy ha igen a Kádár Péter, nem tudom a karok között egyébként, hogy van így a kapcsolat, a kommunikáció, de igen, egyébként azt gondolom, hogy jó lenne. Kicsit lemaradtam ott Horváth Györgynél, amit mondott, hogy 30 év alatti fiatalok. Ő ezt a tempuszosat említette? Ott nem figyeltem, hogy melyik pályázat volt, amikor 30 év alatti fiatal projektötlettel lehet pályázni. Mert a tempusznak van, tudom, ilyen hazai fiataloknak, és legalább 5 hallgatónak kell ilyen ajánlania, tehát egy csoportot körétre hozni, és most nem emlékszem, hogy ezt mondtam, az elejét nem hallottam. Sajnos már kilépett a Horváth György, úgyhogy nem tudom, emlékei. Én egyébként Horváth Gyurival együtt pátyolgatjuk ezt a diák projektpályázatot. Itt tulajdonképpen ő nem beszélt arról, hogy ezek a diákok akkor pályázhatnak ilyen, tudom én, nagyobb csoportot, tehát ilyen 3-nál nagyobb csoportokat, tehát ilyen 5 vagy 6, amikor
ők a saját kompetencia területükön egy nagy projekthez hozzá tudnak szólni. Tehát igazából, ha mi nem adjuk be szeptemberhez a pályázatot, és erről nem beszélt a Horváth György barátom, de ő is ezt így beszéltük meg, akkor november táján kell beadni a 30 év alatti fiataloknak ezt a pályázatot, de őnekik már hivatkozni kell arra, hogy egy már beadott pályázatnak melyik részével mivel foglalkoznak, és ahhoz mi az ő hozzáadott értékük. Mármint, hogy mit csinált a tudományos diákkörként, vagy ilyen nyári termelési gyakorlaton, vagy akárhogy. Tehát ez egy eléggé koordinált feladat lenne a mi részünkről, mármint ennek a projektnek a KTL szakértői csapata részéről, hogy a siker reményében egy ilyen három egyetemi karról való csapatot koordináljon. Nem is a mi társaságunk, hanem ha ez valóban nemzetstratégiai ügy lenne, és a Nemzetstratégiai Kutatóintézet Hálózatfejlesztési Igazgatóság rábólim, és ő akarja, hogy ez a pályázat beadásra kerüljön, sőt, még azt is akarja, hogy a pályázat alapján a fiatalok, hogy ugye Magyarország image meglegyen a fiatalok terén is, novemberben pályázzanak, akkor ő erre meg tudja találni talán szóba áll az Óbudai Egyetem, mármint úgy, hogy itt három karnak kéne megmutatni valamit az Óbudai Egyetem részéről, tehát nem a villamoskarjaknak egyedül, három karnak, és akkor ez sikerreményében lehet, de ezt nekünk világosan kell látni, hogy ez nem a mi döntésünk döntése. Nem, ez a valóban nemzetstratégiai ügy, akkor majd lesz erre megfelelő koordináció, pénz, stb. Hogy megmutassuk a világnak, hogy Magyarország, hogy fiatalok díjat kapnak a 2025 év, mit tudom én, márciusában a novemberre beadott pályázati anyagukra. De ez egy olyan komplex projekt, aminek én sem látom a pillanatnyilag a realitását, ha a Nemzetstratégiai Intézet erre nem bólint rá, hogy kell egy ilyet. Jó, én két vonalat szeretnék hozzátenni. Az egyik, ugye ezt mondtam, ez a campusos. Mi most ugye akkreditáció folyamatban vagyunk, a szolidáris testülethez kapcsolódóan, majd jön neki hozzánk, tehát mi a campussal, most mi aktívan kommunikálunk, és már előre is jeleztük neki, hogy mint civil szervezet szeretnénk ezt a 30 év alatti fiataloknál is ilyen ötletpályázat szerűségen megkeresni, mert ugye amit én tudok, ez a fajta pályázat, de majd akkor elküldöm nektek linken, hogy ez melyik volt. Ebben ez kétféle módon lehet az fiataloknak jelentkezni, ezt így önállóan adják be a jelentkezésüket, de akkor is után kell lenni, vagy felkérnek egy szervezetet, aki segíti őket. Tehát egy ilyen gestor szervezetet, és akkor ez a szervezetként lehet pályázni. És mi ennek is szeretnénk utána menni, mert éreztük, hogy a szolidaritási testülethez kapcsolódóan mi ezt a tevékenységet is szeretnénk fölvállalni, tehát hogy arra is legyen nekünk, hogyha kell, akkor akkreditáció. Tehát, hogy amit én tudok, ez az irány, de akkor ezt elküldöm. A másik, ugye, amiről beszéltünk már szerintem többször is, a társadalmi vállalkozásokról. És a múltkor az ERC-ben, ugye az ERC-nek van ez a social banking üzletága, és minden társadalmi vállalkozás ők felkarolnak. Ugye annak az a lényege, hogy legyen társadalmi vagy környezeti hatása. Én azt gondolom, hogy ez a projekt teljes egészében az. És ott a miniszterelnökség is képviseltette magát, és pont azért, hogy a társadalmi vállalkozások azok több tárcát érintenek, tehát kapcsolódik a mezőgazdasághoz, az építésügyihez és stb. Hogy ők egy kormány, ez is van, tehát hogy a minisztériumokat megszólítja, hogy alakítsanak egy közös platformot, ahol ezeket végigbeszélték, hogy a
társadalmi vállalkozásokat hogyan tudják segíteni. És azt mondják, hogy bármi kérdésünk van, bármi észrevételünk, akkor ezt jelezzük, és akkor van ez a társadalmi vállalkozások keresztül, akik keresztül ezt megtehetjük. Ez az egyik. És akkor tulajdonképpen mind a kettőt érintettem ebből a szempontból, mert pont azért, mert hogy társadalmi vállalkozás, és nekünk van ez a Verus projektünk, és ugye mondtam, hogy valamilyen formában kapcsolódik. Mi ugye a társadalmi karma is akarunk ötletpályázatot írni, és ugye termékfejlesztéshez is kapcsolódhat egy ilyen ötletpályázat, ugye ha utána valamilyen formában ebben a termékben ugye a következeti is benne lesz. Tehát ha a Matéval vagyunk kapcsolatban, és ugye ahogy Kádár Péter mondta, hogyha valamilyen anyagi juttatást kap az egyetem, akkor valóban úgy van, hogy valaki oktató elkészíti, akkor a rektornek, akinek alá kell írni, akkor ott aláírja. Mi a Matéval is úgy írtunk ki, olyan kapcsolatban vagyunk, hogy van egy szerződésünk, hogy a tanulók fél évben dolgoznak és felmérik a további működésünkhez szükséges helyzetet a tájépítészet szempontjából. Tehát arról beszélhetünk, hogy adott esetben egy ilyen ötletpályázatot erre vonatkozóan írjunk ki, egy ilyen interdisziplinális kutatási területre, és akkor valamennyi forrásokat megbeszéljük, hogy itt igazából én azt gondolom, hogy ami egy ilyen 2 milliós keret tudna lenni, az körülbelül azt mondom, hogy most azt tudnánk vállalni. Ennyi. Vissza, én teljesen egyetértek veled, hogy több vasat kell ütni, vagy több vasat kell tenni a tűzbe, és amit te mondtál, én azt támogatom, és javaslom, hogy vegyél részt a Nemzet Stratégiai Intézet hálózatfejlesztési igazgatóságon, tehát olyan időpontot hozunk össze, hogy te is tudja venni a Kovács János és a Farkas Judit mellett, mert ugye van ennek egy ilyen múzeumi feelingje, mert van egy ilyen tulajdonképpen kamarai szakoktatási feelingje is, hogy a te általad javasolt dolgot is karolja föl, mert amikor mi beszéltünk február 5-én az igazgató úrral, mármint a Nemzet Stratégia Intézet igazgatójával, akkor ő világosan látta és meg is mondta, hogy ez a mi előterjesztésünk alapján ez több minisztériumot érint, tehát az energia ügyi minisztérium mellett, ahogy te is említetted, a területfejlesztését, és miniszterelnökségi hivatali feladatokat, ahol a nemzetközi pályázatok koordinálása, mármint a minisztériumok közötti két cég közül a pad alá eső pályázatok koordinálása, mert ugye mindenki azt mondja, hogy a másik az illetékes, az valahogy menjen, és annak a háttér intézménye a Széchenyi Programiroda, tehát, és ilyen értelemben maga a Nemzet Stratégiai Kutatóintézet is egy kormányzati háttérintézmény. Tehát én azt tudom mondani, hogy amit én a nemzet stratégiai vonalon elindítottam, ahhoz te a társadalmi vállalkozás, vagy az általad más szervezetek által társadalmi innovációs vonalon, hogy kapcsolódjál be, és akkor azt hiszem, valamelyik meg fog valósulni. Tehát, hogyha a kettő van, akkor már könnyebb, hogy egyik megvalósul. Nem tudom, hogy jól mondtam-e itt. Igen, ez is tudom, de nem működik a Facebook. Most ott nem tudom elküldeni az Istvánnak, de most elküldöm azt a linket, amire gondoltam, ami fontos, és akkor abban benne van ez a tempuszhoz. De akkor én úgyis utána fogok érdeklődni, amikor beszélünk erről, hogy akkor megbeszéljünk mi is majd róla, hogy akkor ez hogyan induljon el, mert szerintem ez jó dolog. Főleg úgy, hogy akkor van, konkrétan tudnának hova is menni, ugye a polgárúrókhoz, és az egyetem meg ott van. Tehát én azt gondolom, hogy akkor meg lehetne őket is szólítani, és elküldtem neked is, mert nem tudom, hogy jól jönni, hogy mire küldtenek. Mindjárt megnézem. Nem tudom, mi történt. Most nem tudom, meg. Orosz Tamás itt van? Valamit elvágtak. Akkor én azt kérném Orosz Tamástól, hogy a Polgár Lászlóék által készítendő
betonkatamarán törzsek közé is betehető, és a zöld kereszt fejlesztésben a meglévő csónakhoz fejlesztendő néhány száz wattos hidrogenerátor, lapátkerekes hidrogenerátor ügyébe, vagy annak az elkészítése ügyébe, hogy az hogy áll, akkor kérném, hogy szóljon hozzá, mert ami a Miskolcon esetleg működik egy zöldkereszt csónak előtt, az valószínűleg működni fog egy katamarán csónak testek között is. Tehát ez lenne az én kérdésem, hogy az ő projektjéről, hogy ennek a kivitelezéséről mit tud mondani, vagy hogyan látja a csatlakozást ehhez a betonhajós, vagy betonkatamarános projekthez, mert nem elég, hogy a vízre teszünk két betontestet, hanem kell egy csónakmotor is, hogy az állóvízbe, tehát a Dunaharaszti állóvízbe menjen a csónak, és közben tulajdonképpen a lapátkerék is termeljen. Tehát hátul van egy propeller, erről egy lapátkerék. Teljesen mindegy, mennyit termel, de lehet ellenőrizni, hogy milyen sebességén mennyit termel. Tamás, nem tudom, jól mondtam-e. Tamás, itt vagy? Nem tudom hallani. Most már hallottok? Igen, most jó. Szóval részemről nincs akadálya, hogy a két úszótest közé tegyük be a generátor, a lapátkerekeket, majd a generátort hozzákötve. Gyakorlatilag a generátoroknak így a különböző tesztelése elkezdődött, hogy melyik lenne jó. Ugye néztük már Jánossal ezt a BLDC generátorokat, viszont egyre inkább az a tapasztalatom, vagy a meglátásom, hogy a célszerű az lesz, hogyha a saját magunknak tervezünk egy kis generátort, vagy nézünk olyan generátort, ami ECTE generátor üzemmódban van, és ehhez tervezzük meg a megfelelő hajtásláncot, hogy elérjük azt a teljesítményt, amire szükségünk van. Most így első körben azokhoz már úgy lenne műszaki segítség, hogyha megvannak az ilyen tengelytávolságok, meg egyéb dolgok, hogy összetudjuk rakni a modellt. Igazából ezekhez a modellmérethez meg hozzá tudjuk igazítani. A zöldkereszt csónaknál ugye már megvan a hajtómotor, úgyhogy az úszó betontestekhez könnyen hozzá tudjuk applikálni, hogy legyen hajtásunk, és akkor gyakorlatilag akkor már azon keresztül tudunk kísérletezni, megpontosítani a prototípust az ott kapott eredményeken keresztül. Köszönöm a választ, és akkor össze lesz hozva részemről az a vállalás, hogy a Polgár László mérnök úrral és a fia, itt a Polgár László Bantec Kft. Ügyvezetővel, akkor téged, mint zöldkeresztes, meg egy másik cégnek a képviselőjét, mert ugye van egy saját cég, amiben te dolgozol, akkor ezt ilyen cég szinten megpróbálom összekezdeményezni, hogy így mondjam, és akkor az adatszolgáltatásban az általad kért adatokat, ami a betonhajó katamaránnak az adatai, és akkor kérném ehhez a te általad pillanatnyilag kísérletezett lapátkeréknek az adatait, hogy ezt hogyan tudom összehozni, vagy koordinálni, mert azt tudom vállalni, koordinálni, aminek az alapadatait ismerem. A Polgár Lászlóék alapadatait ismerem ezekre a kis csónakokra, egy ilyen 7 méter hosszú testek, tehát nem túl széles és nem túl magas, de 7 méter hosszú, és akkor adjad meg a nálatok lévő lapátkerék és generátor műszaki, tehát gépészeti konstrukciót, tehát a tengely
csatlakozásig, hosszat, szélesség, magasság, stb. És akkor, amikor a Polgár László úr ígérte, hogy talán egy hónapon belül talán lesz valami, akkor addigra legyen meg az elkészülő betontestekhez a motor és a generátor, mármint a lapátkerekes generátor betételének a terve. Nem túl bonyolult, mert tulajdonképpen nagyon egyszerű. A betontestek fölött van egy vízhatlan, tehát vagy vízálló falemez igazából, és ezen a falemezen vagy ülhetnek többen is, mert ugye 7 méter hosszú és 2 méter széles a hajó, és akkor ez a diák csapat ott tud kutatni, hogy milyen sebességnél, milyen teljesítményt tud elérni ezzel a betonhajóval és a lapátkerékkel. Tehát én ezt tudom javasolni, nem tudom, ez megfelelő. Polgár László úr és a... Hát mert a végére valami acél sarut, olyan csatlakozó sarú lehetőséget kell biztosítanunk. Hát azt valahogy... Mi legyártjuk a gerendát úgy, hogy van egy csatlakozó elem, aztán ottan összeszereljük Dabason szerintem. Én is így gondolom, hogy tulajdonképpen a csatlakozó furatokat, vagy a csatlakozó helyeket kell koordinálni. Igen, azt kell megadni. Igen. Jó. És akkor én meg az Ib Miklós főiskolával felveszem a kapcsolatot. Én tanítottam ott elég sokat, úgyhogy csak most már az utóbbi években már egy kicsit megszakadt a kapcsolat, de akkor én azt vállalom. Jó, mert akkor nem tudjuk megkeresni úgy, hogy nincs valaki ismerős. Tehát igen. Na, én megkeresem őket, van ottan nekem ismerősöm aztán. Jó, köszönjük. Na, majd megmondom, hogy kivel beszélt. Tudsz adni rajzot? Hamarosan igen, készítetek rajzokat, és akkor megnézem ezeknek a rajzait, hogy nézne ki a két úszó gerenda, és akkor még megbeszélnénk rajta, hogy az ilyen keresztetek, hogy milyen pontokat. Jó, azt a héten én a rajzokat elküldöm a Jánosnak, jó? Rendben van. Utána én meg hozzáigazítom a többi rajzot, hova tennénk. Na, örülök, hogy már akkor alakul ez a diák projekt is. És akkor akár az ICA is örülhet, mert akkor ez egy olyan fizikai alapot szolgál valamilyen képzéshez. Nem tudom, jól mondom-e ICA. Na, hát azért mondom. Jó. Mára befejeztük? Azt hiszem igen, hogyha nincs más hozzászóló, akkor be. Leállítom a videó felvételt. Köszönjük szépen akkor a részvételt, és örülünk, hogy alakul a projekt. Köszi, szevasztok! Köszönjük, szervusztok!